Horgos központjában az állandó rendőri jelenlétnek köszönhetően nincsenek migránsok, viszont a Horgos környéki erdőkben, illetve az autópálya melletti migránstanyán, valamint az úgynevezett kishorgosi Bácska birtokon vannak, akik megbújnak, de számuk most jelenleg az illetékesek szerint nem haladja meg az 50-et, időnként legfeljebb 100-an lehetnek. Legutóbb egyébként a hatóság emberei 3 nappal ezelőtt gyűjtötték be és szállították el Szerbia messzebbi befogadó központjaiba az illegális bevándorlókat. Napközben még azokból az elhagyott romos épületekből sem jönnek elő, ahol általában meghúzódnak. Barát Szilveszter elmondta, a határ közelében vernek sátrakat a migránsok. Lelegtél mindenkit elég. Na, meg a kerítést átvágik, meg ilyeneket, tehát ez, milyen emberek ezek, ha erdélybi szavazottak, vagy nem tudom, hogy ezeknek se országuk, se hazájuk. Én nem tudom, mit akarnak. Nem dolgozni jönnek, biztos. Az hétszentség. Nem munkát keresnek. Nem, hanem így cirkuszolni. Szerintem, ahol főszaporodnak valamik országba, ottan majd lesz cirkusz. Egy nevét és arcát nem vállaló helyi férfi szerint az egész Nyugat-Balkánon nagy gondot jelentenek a migránsok, de leginkább Szerbiában, azon belül is a határmenti településeken. Има их по-атару, сега като подаващо курузи и сунци, като подаващо бичи и сугри. Бичи их, само че се появите отъедам. Отъедам, че се появите. И шта ще бити с ним, пощо не мога да прежи граница? Не мога да, не знам шта ще бити, едно да се колим са има. Lobozár József kisgyerekét és családját félti a migránsoktól. Sose tudni, hogy mire képesek. Állítólag azt mondják, hogy némelyik katonai kiképzésen mentek köröztül, meg ilyen, már kiskorúktól, hogy ilyen kiképzésen vannak, azt mindentől félünk. Nagyobb rendőri akció egyébként csütörtökön volt Magyarkanizsa környékén. Akkor a belügyi tárca tájékoztatása szerint a tiszaparti településen és Horgoson 30 illegális bevándorlót gyűjtöttek össze, őket a dél-szerbiai Presevói befogadó központba szállították.